A Csernel utca 18 szám alatt található szemzőház a kőszegi belváros legmodernebb épülete. Szemző Sándor ügyvéd építette szecessziós stílusban az 1910-es években. Szemző bajai izraelita családból származott, fiatal házasként költözött Kőszegre, itt indította be ügyvédi praxisát, emellett városi képviselőként tevékenykedett. Az első világháborúban katonatisztként Sárvárra vezényelték. Szemző Sándor a kémikus-akadémikus Görög Sándor anyai nagyapja. A második tulajdonos, Reményi Ferenc, szintén izraelita családban született 1868-ban. Apja aktívan részt vett a szabadságharcban, 12 évet töltött Angliában és az Egyesült Államokban, általános amnestiával tért vissza Magyarországra. Fia Pesten született, ott végezte elemi iskoláit, majd beiratkozott a Fiumei Tengerészeti Akadémiára Horthy Miklós évfolyamtársaként. Jóval korábban hírnevet szerzett magának, mint a későbbi kormányzó. 1893-ban világkörüli hajó útra kísérte Ferenc Ferdinánd főherceget és trónörököst, az utazásról tudósítást készített a korszak egyik legolvasottabb lapjának, a Vasárnapi Újságnak. Kőszegre vonult vissza, a háború után nyugalmazott ezredesként kinevezték a kőszegi katonai alreáliskolába. A doktor Szemző Sándortól vásárolt házban lakott 1940-ben bekövetkezett haláláig. A második világháború után különböző funkcióban működött az épület, a 2000-es években a helyi művészetek házának adott otthont. A Csernel utca és a főtér sarkán áll egyik szobája a Jézus szíve templomra néz. Felújítását az egykori Festetics palotához hasonlóan a Robert Gutowski építésziroda végezte, a munkálatok során a belső tereket változatlanul hagyták, így a villa továbbra is őrzi a századforduló nagypolgári hangulatát. 2018 óta a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete fenntartásában kutatóhely.